szép otthon? Velünk gyerekjáték. S plusz C Studio Kft. Szexárd. www.splusstudio.hu. Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Kilián Máté vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Agrárlogisztikai központ, az ütemezés szerint halad a bátaszéki építkezés. Mészöly Miklós díj, Csabai László vehette át az elismerést. Báli szezon, bőven van esemény Tolna megyében. Mi világunk 2019 természetfotókból nyílt kiállítás a Szekszárdi Kórházban. Az ütemtervnek megfelelően halad a bátaszéki agrárlogisztikai központ építése. A topos forrásból megvalósuló 550 millió forintos beruházás mellett az ipari parkfejlesztés kezdő szakasza is befejeződött, várhatóan a nyár elejére már az első szállítmányok is megérkeznek az új hűtőházba. Tavaly szeptember végén tették le a bátaszéki agrárlogisztikai központ alapkövét. A beruházás a területfejlesztési operatív programból 550 millió forintos támogatással jött létre. Bozsonyik Róbert polgármester akkor azt nyilatkozta, történelmi jelentőségű esemény az ipari park létesítése. Mindenkori önkormányzat zászlójára tűzte, hogy hát fontos a település életének és fejlődésének fenntartása érdekében munkahelyteremtő beruházásokat létrehozni, vagy munkahelyteremtést ösztönözni, és erre igazán eddig nem volt lehetőség. Most teremtődött meg, hiszen az Európai Unió támogatásával, a megyei önkormányzat közreműködésével a városunk 550 millió forintos támogatást nyert egy agrárlogisztikai központ létrehozására. Az azóta eltelt időben folyamatosan zajló beruházás eredményeként szerkezetkész a leendő központ és benne egy hűtőház, valamint az ipari park alapinfrastruktúrája is elkészült. Ami a legfontosabb, hogy gazdasági szempontból olyan vállalkozások jöhetnének ide Mátaszékre, akik mondjuk iparizési adó tekintetében jelentősen hozzá tudnának járulni a város költségvetésének megerősítéséhez, azzal a céllal, amit korábban is kifejeztünk, hogy az ebből befolyt bevételt elsősorban ennek a területnek a bővítésére kívánjuk majd fordítani. Az önkormányzat több céggel is folyamatosan folytat tárgyalásokat a lehetséges működés feltételeiről. Várhatóan a nyár beköszönte előtt az első szállítmányok beérkezhetnek majd a hűtőházba. Újra választották a település korábbi polgármesterét Gyulajon vasárnap. A két független jelölt közül Selmeci László 273, Horváth Lajos pedig 192 szavazatot kapott. A 965 lakosú faluban a 651 választásra jogosult közül 467-en voksoltak, két szavazat érvénytelen volt. Az időközi polgármester választást azért tartották, mert a tavalyi önkormányzati választáson Selmeci László és Horváth Lajos egyaránt 188 szavazatot kaptak. Csabai László kapta idén a Mészöly Miklós díjat, a nyíregyházi származású író a nyírségi emberek szenvedés történeteit bemutató a Vidék lelke című novellás kötetéért vehette át az elismerést. Vastapsal köszöntötték a meghívottak a Mészöly Miklós díjat átvevő Csabai Lászlót. A Mészöly nevét viselő egyesület a szerző 2019-ben megjelent a Vidék lelke című novellás kötetéért ítélte oda a díjat. A könyv cselekménye az 1900-as évek második felének Magyarországán játszódik, a főszereplői pedig egyszerű nyírségi emberek. Egyik legpozitívabb élmény, ami fiatal gyermekkoromban élt, az a olvasás lehetőségének a felismerése. 7 éves koromban eldöntöttem, hogy ez a legjobb a világon olvasni, nyilván a második legjobb dolog, akkor pedig könyveket írni. És azóta soha egyetlen egy perc nem volt úgy, hogy ne lettem volna biztos ebben, és 7 éves korom óta semmi mással nem foglalkoztam, mint próbáltam könyveket írni és íróként érvényesülni. A díj mellett idén is átadták a Mészöly Miklós emlékplakettet, amit Szollár Dávid irodalomtörténész kritikus fordító vehetett át, aki a Mészöly Miklós művei sorozat szerkesztője volt. Nagyon sokaknak megnyitott utakat, nem is egy írógenerációnak, hanem legalább kettőnek, háromnak. Nem magyar, nagyon kevesen, az ő generációjából nagyon kevesen hagyták rajta ennyire a nyomukat,
úgy mondaná, a vízjelüket a magyar próza nyelven, mint amennyire Mészöly Miklós. A Mészöly Miklós Irodalmi Hagyatékát gondozó egyesület 2004-ben alapította a Mészöly Miklós díjat. 31 éves szír férfi ellen indított eljárást embercsempészet miatt a rendőrség. A Tolna megyei rendőrök az M6-os autópályán Paks térségében igazoltatták az osztrák járművet, melynek külföldi utasai szír állampolgárnak vallották magukat. A kocsiban tartózkodó személyek sem személyazonosságukat, sem magyarországi tartózkodásuk jogszerűségét nem tudták igazolni. Az illegális migránsokat a rendőrök visszakísérték az ideiglenes biztonsági határzárhoz, a 31 éves szír járművezetőt pedig gyanúsítottként hallgatták ki, őrizetbe vették és előterjesztést tettek letartóztatásának indítványozására. Súlyosan megsérült egy nő, miután elesett a bicikliével Bátaszéken, Dunakömlődön pedig robogóval hajtott autónak egy helyi férfi. Ezeken kívül még egy balesetnél kellett a rendőröknek az utakon intézkedniük hétvégén Tolna megyében. További 4 hónapra bűnügyi felügyelet alatt maradhat az a 35 éves férfi, aki még decemberben gázriasztó pisztollyal 2-szer rálőtt a volt feleségét és gyermekeit befogadó házaspár férfi tagjára Bátaszéken. A nő gyermekeivel együtt éppen volt férje agresszív magatartása miatt költözött el. A szekszárdi járásbíróság december 20-án elrendelte ugyan a férfi letartóztatását, de január 9-én a letartóztatást megszüntette és enyhébb kényszerintézkedést, a gyanúsított bűnügyi felügyeletét rendelte el Szekszárd közigazgatási területére. Most ezt hosszabbították meg további 4 hónapra, ami ellen a gyanúsított és védője fellebbezést jelentettek be, így a döntés még nem jogerős. Ismét kiállítás nyílt a Balassa János kórházban, ezúttal a Mezőföld Természetfotós Egyesület Mi Világunk 2019 című fotókiállítása tekinthető meg közel 2 hónapig az intézmény főigazgatóságán. A természetfotók különlegessége, hogy azokat orvosok készítették szabadidejükben, köztük a kórház higiéniai osztályát vezető főorvos Almási István. Tavon átcsörtető vaddisznó család, úszószarvasok, békát csőrébe tartó madár, csillagos égbolt. Egészen különleges alkotások tekinthetőek meg a Balassa János Kórház főigazgatóságán. Megnyílt ugyanis a Mezőföld Természetfotós Egyesület Mi Világunk 2019 című fotókiállítása. 11 alkotó képei kerültek ki a kórház főigazgatóságának folyosó galériájára. A kiállítás anyagát egy belső zsűri válogatta össze az adott időszak terméséből. Az egyesület vezetőjének, a kórház higiéniai osztályát vezető főorvosának képei is kikerültek a folyosóra. Almási István azt mondja, kevés szabad ideje van, de ha épp ráér, szívesen örökít meg érdekes eseményeket a természetet járva. Hetente egy nap, egy délután biztosan, tehát szezonban szarvasbőgésben előfordulhat, hogy 7 napból 5-öt is kintöltök. Az intézmény gazdasági igazgatóhelyettese azt mondja, egyre több egyesület keresi meg a kórházat azzal, hogy ki szeretnék állítani műveiket. Ezeknek a kéréseknek szívesen tesznek eleget. Összetett céljaink vannak, az egyik az, hogy nyilván dekorációs célon van ezen a folyosón, másrészt az, hogy lehetőséget adjunk kollégáknak, környékbelieknek, hogy megmutassák művészetüket, hogy milyen csodálatos képeket tudnak készíteni. Ez most éppen természetfotó, de voltak itt már korábban festmények is, tűzománcok, különböző rajzok. A kiállítás közel 2 hónapig tekinthető meg a Balassa János Kórház főigazgatóságának nyitvatartási idejében, hétfőtől péntekig, reggel 8 órától délután 3:30-ig. A NAV Tolna megyei munkatársai ezen a héten a vendéglátókat ellenőrzik Tolna megyében. A revizorok vizsgálják a nyugta és számlaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, az árukészletek eredetét, valamint az online pénztárgép használatához kapcsolódó kötelezettségek teljesítését. Ellenőrzésekre Tolnán, Tamásiban, Dunaföldváron, Hőgyészen, Decsen és Sárpilisen kell leginkább számítani. Javában tart a báli szezon, Tolna megyében is rengeteg ilyen eseményre került sor hétvégén. A szekszárdi Rotary Klub tagjai például most rendezték meg az évnyitó összejövetelüket, de Bátaszéken és Kurdon is sokan báloztak. Szekszárdon a Babits Mihály Kulturális Központ rendezvény nagytermében tartotta a Rotary Klub januári elegáns bálját a szokásos nagy érdeklődés mellett. A Szekszárdi Klub a Balassa János megyei kórháznak az elmúlt években széleskörű összefogással megvalósított 100 milliós értékű adományával felhívta a figyelmet az egész hazai, de a nemzetközi Rotary mozgalomban is.
az egészségügy, a szociális szféra segítése még mindig nem csengett le teljesen náluk. Nem zárult le, nem is fog lezárulni, hiszen állandóan van olyan osztály, állandóan van olyan hely, ahova a Rotarynak mindig segíteni kell, és segíteni is fogunk. Bátaszéken több tucatnyi kisebb-nagyobb tolnamegyei településsel ellentétben újra rendeznek sportbálokat. A BSE elnöke szerint ennél nincs is jobb lehetőség arra, hogy az önfeledt szórakozás közepette közelebb hozzák egymáshoz az egyesület egymást sokszor csak látásból ismerő, különböző sportágakban ténykedő versenyzőket. Nagyon jó esemény az, hogy le tudunk ülni egy pohár vagy egy palackbor mellett kocintani, beszélgetni, önfeledten szórakozni, és ez egy jó lehetőség, hogy személyesen is megismerjük egymást, ne csak szakmailag és ne csak hivatalosan, hanem magánemberként is. Bizony volt átjárás a hajnalig tartó bátaszéki sportbálon a különböző sportágak asztalai között. Kurdon közösen rendezett bált a helyi Német Nemzetiségi Önkormányzat és az Önkéntes Tűzoltó Egyesület, Faragóné Wagner Kornélia, a kurdi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke azt mondta, céljaikat sok esetben a helyi civil szervezetekkel együtt valósíthatják meg. Müller János kurd polgármestere, egyben az Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke arról számolt be, hogy az elmúlt 4 esztendő jelentős fejlődést hozott az egyesület életében, mióta állami támogatást kapnak a működéshez. Az idei évről beszélnék, az idei évben 14 alkalommal avatkozott be az egyesület, ami egy önkéntes tűzoltó egyesületnél a legfontosabb az, hogy helyben van. Természetesen számíthatunk a katasztrófa védelem munkatársaira, de ők Dombóvárról 18 kilométerről jönnek. Amikor nagyon nagy a baj, és nagyon gyorsan kell a segítség, akkor itt van helyben, és ez nagyon-nagyon sokat jelent. A báli szezon hagyományosan húshagyókeddig tart, ami az idén február 25-ére esik. Eredményes évet zártak tavaly a Dombóvári Vasutas Atlétikai és Szabadidő Egyesület sportolói. A dovasek különböző korosztályos versenyzői összesen 18 érmet szereztek országos bajnokságokon. Ezek közül 7 arany, 6 ezüst, 5 pedig bronzérem volt. Emellett további 23 alkalommal végeztek a 4.-8. hely valamelyikén a dombóvári atléták. Hétvégén rendezték meg Tolna megye egyik legnagyobb múltú kispályás labdarúgó tornáját, a 18. Vászbau kupát. A mérkőzéseket végül a Tevel csapata nyerte. A Vászbau kupa az egyetlen torna, amely a megye egyben meghatározó csapatok randevúznak, a Dombóvár kivételével, valamennyi el is fogadta az idén a meghívást. Ennek a Vászbau kupának mindenképpen más és jóval nagyobb jelentősége van, mint bármely egyéb ilyen kispályás téli tornáknak, mert ott különböző baráti társaságok összeállnak és csinálnak egy kupát a maguk örömére. Ez konkrétan megy első osztályú csapatok odaigazolt játékosaiból szerveződhet, és komolyan szolgálja az adott csapatok fölkészülését. A Bonyháda, Tamási, a Tolna, a Bátaszék, a Kakas, az egyetlen megyei NB3-as csapat, a Szekszárdi UFC is ott volt a parketten. És ahogy már nem egyszer, borult a nagypályás papírhalma. Régen, a kupa 18 éves történetében, a Szedves írta át többször is a papírhalmat. 2020-ban pedig a kis Tevel fricskázta meg sorra a nagyokat. Az elődöntőben például a pirosfehérek az UFC-t győzték le, nem is akárhogyan 6-2-re, és a parketten is nagyon jó, egységes Bonyhádon is kifogtak a döntőbe. A végeredmény Tevel Bonyhád 3-2, Tevelre került a Vászbau kupa. Regionális híreink következnek Somogyból és Baranyából. Új piactér és épület Szászváron, az egész térség családjait, termelőit segíti a beruházás. Német, magyar vagy más országból jött? Jelölni kell a sertéstőkehúsok származását. Nőtt a vendégforgalom, népszerűek a hazai szállodák. Elkészült a piaca a Baranya megyei Szászváron. Új épületet, fedett eladó részt alakítottak ki a településen. Az átadón elhangzott, hogy a családok kényelme mellett a helyi gazdaságot is erősíti a beruházás, valamint a környék kis településeinek is segítség lehet az új piac Szászváron.
Elkészült a Szászvári piac, az átadó ünnepséget pénteken délután tartották. Zárt eladótér és fedett pultos rész és kialakításra került a baranyai településen. Ez egy 76 millió forintos támogatás, 100%-os intenzitású, visszanemtérítendő támogatás. A helyi termelőknek és ugye a lakosságnak készült maga ez a fejlesztés, elkészült egy épület, eszközöket szereztünk be magából a pályázati forrásból, és 5 éves fenntartási időt vállaltunk a projektre. A piac nem csak a helyiek életét könnyíti meg a működésével, mondja a megyei önkormányzat alelnöke. Szászvár egy mikrotérségi központ, ami azt jelenti, hogy a környező 8, illetve 10 településről járnak ide óvodába, meg iskolába a gyerekek, és innen érthetődik, hogy a szülők is megfordulnak itt, és itt a környékben, hogyha ez a 8-10 település lakossági piacra szeretnének menni, akkor ugye nagyvárosok piacait kell felkeresni, adott esetben vagy Komló, vagy Bonyhád. Ugye ez mind 15-20 kilométer van, tehát az eljutás viszonylag nehéz. Így ebből az ötletből kifolyólag pályáztunk annak idején erre a piacra. Amikor EU-s pályázati pénzekről döntött a kormányzat, akkor a családtámogatás és a helyi gazdaság megerősítése volt a két fő cél. A szászvári piac a gazdaságfejlesztést is szolgálja, mondja a terület országgyűlési képviselője. Amellett, hogy jobb életminőséget ad a szászváriaknak, akik ezt a piacot mint kis intézményt használni fogják tudni, van ennek gyökere a régmúltban itt Szászváron. Nyilvánvalóan a helyi termelők piacra jutását is segíti, és ilyen szempontból ösztönzi gyakorlatilag a helyi gazdaság működését. Az ilyen piaci beruházásokra nagyon nagy versengés volt. Örülök, hogy Szászvár sikeresen pályázott erre, és meg is valósította, hogy nézem szépen ezt a kis piacteret. A szászvári piac tavasszal kezdi meg folyamatos működését. A terv szerint heti 2 napos nyitvatartással üzemel majd. Sokan azt gondolják, hogy hazait vesznek, mikor friss sertéshúsból választanak az áruházak pultjainál, azonban ez nem így van, ezért is fontos a tudatos vásárlónak, hogy megfelelő információt kapjon a húsok származásáról. Ez január közepétől kötelező. Megnéztük, hogy melyik nemzetzászlói kerültek ki a sertéshúsok elé az egyik nagy áruházban. A húspultban megvásárolható sertéshús termékek, állattartási helye és vágási helye Magyarország, kivéve az egyedi jelölésű termékeket. Ez a tábla látható az egyik pécsi hipermarket pultjának tetején. Itt pedig a kivétel Németországban tartott és ott levágott sertésből készült karaj, csont nélkül, amin a vásárló is meglepődik. Ez német? Nem veszem. Ne, ez a sertéskaraj, ez német, akkor ebben nem tetszik venni. Nem. Rögtönzött felmérésünkből kiderült, a vásárlók azt feltételezik, hogy magyar a friss hús, amit a pultban látnak. Ezért fontos a húsok jelölése. Fontos nekünk, hát, hogy milyen húst veszek, milyen, hogy tartották, mint tartották. Itt nagyon jó dolgok vannak, úgyhogy meg vagyok elégedve vele. Külföldi magyar termék? Csak magyart veszek. Mindenből magyart veszek. Én magyar húsokat szoktam venni, de inkább csirkét, nem sertéshúst. Tehát fontos. Igen, szerintem fontos. De van, aki bizalmatlan a jelölések ellenére is. Nem hiszek annak, hogy amit ide kitesznek, az úgy is van. Bizalmatlan? Nem, teljesen. Mai világban, aki nagyobb bizalma, az jó átverik, csak időkérdése. Jogszabály kötelezi a kereskedőket, hogy a húspultokban jelöljék a sertéstőkehúsok származását ez év január 15-től. Azonban az EU-ban az élőállatok, termékek szabad mozgása miatt ez nem mindig egyszerű. Mi számít például magyarnak? Az állat egy országban született, nőtt fel és került levágásra, ebben az esetben alkalmazható az a kifejezés, hogy származási hely. Tehát ha azt látja a fogyasztó, a polcokon, vagy akár az előre csomagolt hús esetében a csomagoláson, hogy származási hely Magyarország, akkor ez egyértelműen azt jelenti, hogy az állat itt született, itt nőtt fel, és itt került vágásra. Ez a legegyszerűbb eset. Előfordulhat, hogy a malac felnevelése és a levágás helye más-más országban van. Azt látja a fogyasztó, hogy tartás helye, vágás helye. Ez a kettő lehet ugyanaz, ez azt jelenti, hogy akkor az állat valószínűleg nem Magyarországon született, de itt volt már tartva és itt került levágásra. Vagy lehet olyan, hogy a tartás helye és a vágás helye eltérő. Ebben az esetben ezeket az országokat kell megjelölni. A szabályozás ilyen értelemben azt gondolom, hogy
nagyon pontos. Szerdától hatályos az agrárminiszter rendelete, amely előírja, hogy a nem előre csomagolt friss vagy hűtött sertéshús, a darált hús és a nyesedék kivételével végső fogyasztónak történő értékesítésekor a származási országot jól láthatóan jelölni kell az eladás helyén. A 200 négyzetméteresnél nagyobb alapterületű üzletekben a származási ország zászlaját is fel kell tüntetni. Nőtt a szálláshelyek forgalma tavaly év végén, novemberben a külföldiek és a belföldiek több mint 2 millió vendégészakát töltöttek el Magyarországon. Ez 4,8%-kal több, mint 2018 ugyanezen időszakában. A balatoni szállásadók is elégedettek a forgalommal, idén pedig még több programmal várják a kikapcsolódni vágyókat. December 24 és január 5-e között 8 éve nem tapasztalt forgalomnövekedést mértek a siófoki szállodákban. Mindez annak a tudatos több éve elkezdett marketing stratégiának a része, amelynek eredményét a szakma is elismerte, így Zsinórban már másodszor kapta meg a város az év marketing fővárosa címet. Nem csak egy cím, hanem rengeteg munka is áll mögötte. Az online, illetve az offline felületeken, a tévében, rádióban egyaránt nagyon erősen kommunikáltuk a városnak a programjait, illetve egy olyan élményígéret kampányt vezettünk le a 2019-es évben, ami az invitálja a vendégeket, hogy ősszel, tavasszal, nyáron és télen is egyaránt jöjjenek a Balatonra és Siófokra, hiszen rengeteg program és élmény vár itt mindenkit. A téli hónapokban a legnépszerűbb időszak egyértelműen a két ünnep közötti időszak volt. Minden szálloda teltházzal üzemelt ebben az időszakban, sokan már fél évvel korábban lefoglalták a szállásukat. Emellett a folyamatos programok is csábítják a tóhoz érkezőket, novembertől pedig Siófokon ebből nem volt hiány. Mindezek miatt a 2019-es évben is forgalomnövekedés várható a vendégészakák számában. Az önkormányzatnak a statisztikai adatai alapján januárt és november időszakot figyelembe véve egy 1,27%-os növekedés figyelhető meg, tehát nagyon jó évet zárhatunk, úgy gondolom, 19-ben is. Januárban sem maradnak programok nélkül az ideérkezők. A hónap utolsó hétvégéjén indul a többi között a harmadik Torosparti és a Galérius fürdőben a Magyar Sauna Bajnokság is. Közönség találkozóra érkezett Pécsre a Kártaréna Gokár stadionba Mihelis Norbert. A 2019-es túraautó világbajnok elmondta, hogy rendkívül motivált, már alig várja, hogy megkezdődjön a szezon. Célja természetesen a bajnoki cím megvédése lesz 2020-ban. Mihelis Norbert és egész Magyarország álma vált valóra azzal, hogy a Himesházai versenyző túraautó világbajnok lett 2019-ben. Norbi nemrég felkerült a brit autósport szaklap top 50-es listájára, még a legismertebb túraautós online oldal top 30-as sorrendjében negyedik lett. Hazánkban pedig az Autósport és Formula magazin 2019 legjobb magyar autóversenyzőjének választották. A Nemzet sportolója szavazáson pedig a második helyen végzett. A versenyző pénteken a Kártaréna Gokart stadionba közönség találkozóra érkezett Pécsre. Még mindig nagyon-nagyon boldog és pozitív érzelmek vannak bennem. És őszintén szólva nagyon motiváltnak érzem magam az új évad kezdete előtt. Sokat gondolkodtam rajta, hogy majd milyen lesz, hogyha esetleg megnyerem ezt a bajnoki címet. És most azt mondom, hogy szinte olyan motivált vagyok, mint még soha korábban, mert ha már megvan ez a bajnokság, akkor a következő lépés, hogy meg is tudjam védeni ezt a címet. A tervek szerint a Gokart stadion március 1-én nyit, a versenynaptár is elkészült már. Idén 2, 3 és 4 órás endurance versenyek lesznek, valamint havonta egy egyéni bajnoki futamot is rendeznek. Bízok benne, hogy legalább azt a szintet fogjuk hozni, mint 2019-ben. A meglepetés, amivel készülünk a versenyzőknek, hogy éjszakai futamokat próbálunk rendezni. Tavasz szezon kezdetével megpróbáljuk a világításunkat is rendbe tenni, és amint lehet, beindítjuk az éjszakai futamokat. Idén is lesz közönség találkozóval egybekötött jótékony célú gokart verseny Pécsett. Így 2020-ban is találkozhatnak Mihelis Norberttel és csapatával az érdeklődők a Kártaréna Gokart stadionban. Végül mutatjuk újra, hogy miről szólt a híradó. Agrárlogisztikai központ, az ütemezés szerint halad a bátaszéki építkezés. Mészöly Miklós díj, Csabai László vehette át az elismerést. Báli szezon, bőven van esemény Tolna megyében.
Mi világunk 2019 természetfotókból nyílt kiállítás a Szekszárdi Kórházban. Kedden már lehet bízni szűrt napsütés előfordulásában, de továbbra is maradhatnak egész nap szürke rétegfelhős területek is. Fagyos lesz a hajnal. Friss hírekkel legközelebb kedden este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint érdekes, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!